Kocka Tibor, sportév felelős alpolgármester úrral beszélgetünk. Tibor, elsőszor gratuláció, hiszen Pöldör Zoltán elnök úr számodra is felajánlott egy aranyérmet, az NB1B-s csapat aranyérmét. Ez azt hiszem igazi elismerése annak a tevékenységnek, amivel te segítetted egész évben az SKK sport életét. Igen, köszönöm szépen, óriási meglepetés volt, tényleg nem számítottam erre, arra meg főleg nem, hogy ilyen bajnoki aranyat kapok. Egyébként amikor a lányok nyakába akasztottam, akkor mindegyiknek azt kívántam, hogy legyen ilyen NB1-es is majd az életükben, nem feltétlenül a következő bajnokságban, de bármikor, és dicsértem, hogy mennyire szép. És tényleg óriási meglepetés volt, hogy aztán az elnök úrtól a végén kaphatunk egyet-egyet alpolgármestertársammal. Beszédetben úgy fogalmaztál, hogy nagyon rövid időn belül, egy-két héten belül eldől, hogy hol játszhatja mérkőzéseit a csapat. A sportkomplexum és az Arena Szavária neve is elhangzott. Annyiban pontosítanék, hogy nem eldőlhet, el kell döntenünk. Nekünk kell eldönteni, városi képviselőknek, ezért ennyire sarkosan itt nyilván a beszédemben nem akartam fogalmazni, de igenis a keddi közgyűlésen ebben is dönteni kell, döntést kell hozni, határozatot kell elfogadni, hogy belátható időn belül, tehát úgy gondolom ez június 30, június 30-ig kötelezni kell a két ügyvezetőt, hogy állapodjon meg a keretfeltételekről az SKK a vezetésével, elnök úrral, és nyilván a sorsolás ismeretében pedig a továbbiakat is pontosítani kell. Úgy gondolom, hogy a nagyobb, jelentősebb meccsek, egy Győrt nyilván nem tudunk majd a sportkomplexumba vinni, a nagyobb, jelentősebb meccseket mindenképpen az arénában kell játszani, ahhoz pedig, hogy ott is eredményes tudjon lenni a szombathelyi csapat, nyilván edzés lehetőséget is kell biztosítani. Ez egy nagyon kemény munka lesz, de úgy gondolom, hogy egyrészt kell egy nagyon szoros határidőt szabni, hogy mindenki be legyen biztosítva, és biztos legyen afelől, hogy lesz hol játszani, lesz hol edzeni ősztől, és az ügyvezetők számára pedig akkor ez egy feladat, hogy ezt minden körülmények között oldják meg, és biztosítsák a feltételeket az immár NB1-es SKK részére. És hozzáteszem, itt nem csak az NB1-es csapatról van szó, hanem minden olyan csapatról, a második csapatról, ifikről, serdülőkről, hiszen itt láttuk, hogy akár serdülők is a nagy csapatban játszanak. Tehát minden csapat számára, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek.